Take this! Kovács Alexandra elmondta, a 2011-es év elején alakult az egyesület, céljuk a sportág népszerűsítése. De egyesületünk nem csak a hagyományos értelemben vett utánpótlás nevelésre és felnőtt versenyeztetésre alkalmas, de szintere a diák és hallgatói sportnak, illetve minden évben számos fogyatékkal élő sportoló képzésében is részt veszünk. Hopp! Egy, két, csere! Egy, két, csere! Egy. Több alkalommal rendeztünk sárkányhajónapot Faddomboliban, illetve nagy büszkeségünkre a tavalyi évben paraolimpikonokkal leveztük át a Balatont. Emellett a Dunamenti Polgári Egyesülettel közösen az idei évben megszerveztük a tavaszi zsongás nagy sikerű fesztiválunkat Tollán a Dunaparton. Kovács Gábor mesélt a paralimpikonok fogadásáról. Bevallotta, először féltek a kihívástól, de aztán alapos előkészítés után megoldották a feladatot. Hopp, itt a hopp. Speciális beülőket kellett nekik faradjunk hungarocelvő és egyéb beülő alkalmatosságokból. Igazából volt, akinek keze nem volt, volt, akinek lába nem volt, ezért tényleg nagyon speciális beülőket készítettünk. Két-három alkalommal próbáltunk velük domboriba evezni, aztán a nagy jókedve nem egy hajót, hanem két hajót szerveztek be a Balaton áttevezésre, de sikeresen helytálltak, és nagyon nagy lelkesedéssel előzték egymást jobbról-balról, tehát egy hatalmas nagy csatározás volt a két hajó között. A sárkányhajózás egész évben űzhető sportág. Az egyesület összlétszáma most 30-35 főre tehető. Maga ez az ötlet, ez 2006-ban rendeztek először Domboriba sárkányhajó verseny, és akkor még a Faddon dolgoztam, ott volt a műhelyem, és ott összeálltunk egy 20-22-en, így barátok, és vettünk egy sárkányhajót, hogy megtetszett ez a domboris verseny, és annak dacára akkor összedobtuk a kis pénzünket, vettünk egy sárkányhajót, és elkezdtünk vele edzeni, és a rákövetkező években elkezdődött Magyarországon igazából ez kiteljesedni, ez a sárkányhajózás, és a Magyar Sárkányi Szövetség elkezdett rendszeresen magyar bajnokságokat, versenyeket rendezni Domboriba, Sukoron, Baján. Hogy Baján mondjuk hosszú távú evezés van, itt Faddomboriba általában 200 méter, 500 méter, 2 kilométer, aztán Vácon van ilyen 66,6 kilométer, ez nagyon-nagyon változó. Például most még valószínűleg készülünk Szlovákiába, szeretnék eljutni egy 10-es hajóval, az idén, ahol 4500 méteres táv lesz. Kétszer egy nap. 5, 6, 7, 8. Én is 2006 óta evezem, és Szandi 2008-ban csatlakozott a csapatunkhoz, és hát, ahogy már mondta, és is 2011-ben alapítottuk ezt a Tolnai Sárkány Egyesületet. Többnyire akkor utánpótlás céljából. Volt egy 20-25 gyerek, akikkel a legelső évben, 2009-ben vettünk részt egy Európa-bajnokságon a lágy mennyiségből, de aztán onnan jöttek ezek a többi versenyek, még 2010-ben Amsterdamban, ott is Európa-bajnokságon voltunk, 2012-ben Nottinghamben, 11-ben lett volna Kijevben, de már akkor se utaztunk, 12-ben Nottinghamben voltunk, 2013-ban volt Magyarországon talán minden idők egyik legnagyobb világbajnoksága, ahol több aranyérmet is bezsebeltünk az U18-as magyar válogatotta. A Szandi ugyanakkor már a lányhajókat kormányozta. Télen-nyáron próbálunk edzeni, vannak medencés edzések télen, amikor itt a vízről lemegyünk október-november tájékán, most már azért az időjárás is egyre jobban szélsőséges, és utána az edzéseket november után általában egy hónap szünetet szoktunk tartani, és decemberben kezdjük a felkészülést a Paksi atomerőműesének a csónakházába, ott vannak medencék, tanmedencék, és abba tudunk evezni. És az idén most március végén kezdtük meg az evezést itt Faddomboriba, először is Ótrigellel, utána a nagyhajóval, mert az idén három tagunk meg szeretné méretni magát a Rasicébe megrendezendő Európa-bajnokságon, tehát a nemzetek közötti Európa-bajnokságon, ez azt akarja, hogy a magyar válogatottnak elvileg, vagyis szeretnénk három tagot adni az 50 pluszos válogatottba. Ez korta és nemtől független, ezt mindig szoktuk is mondani. Aki most a legidősebb sárkányhajósunk volt, egy magyar származású, a Draskó Gyuri bácsi, mindig kiemelem, őt 93 éves
korában fogott után utoljára lapátot a kezébe, és a rákövetkezendő évben sajnos tavaly elhunyt. De egyébként 75 évesen kezdett a sárkányhajózni. Hát az időszak az nekünk szerintem kevésbé jelent gondot, hogyha fel vagyunk öltözve, most is látjátok, azért nincs valami nagyon jó idő, de általában sokszor még szilveszterkor is evezünk, szóval én azt gondolom, hogy többnyire azért nekünk az idő nem befolyásolja az edzéseket. Nyilván, hogyha olyan esős idő van, vagy villámlik, vagy tényleg nagyon szélsőséges, akkor nem jövünk, de amúgy alapjában véve szerintem annyira nem jelent gondot. Sőt, hát evezünk télen is, nyáron is. De nyilván a legszebb időben a legjobb evezni, én azt gondolom. A sárkányhajózás egyre népszerűbb Magyarországon is. Maga az edzéseken is elég nagy az érdeklődés, de talán az ilyen kikapcsolódós evezésre többen tudnak lejönni, vagy csoportokat szerveznek, akár a testnevelők, akár a pedagógusok, akár baráti társaságok. Hát, büszkén mondhatom szerintem, hogy évente több száz vagy több ezer embert eveztetünk Paddomboriba, de akár a Tolnai Holtágon most, mióta tudunk mozogni, más vizeket is próbálunk megcélozni, de igen, tehát rengeteg ember érdeklődik utána. Versenyszinten kevesebben űzik ezt a sportot, mint így kimondottan hobbi jelleggel.